100 éves emberrel találkozni elég ritka élmény, nehéz megélni ezt az életkort. Azt hinnénk, hogy a szervezeteknek ez egy könnyebb dolog, mert hogy nem egy ember életéhez kötött a történet. Ugyanakkor ez mégsem igaz. Ha belegondolunk, hogy hány generáció váltja egymást, mire megérhet egy egyesület egy 100 éves jubileumot, akkor tudhatjuk, hogy mennyi bajjal, nehézséggel, történelmi viharokkal, rendszerváltással, anyagi nehézségekkel, emberi viszályokkal kell megküzdeni, hogy megérhesse egy-egy, mondjuk így most ebben az esetben egy zenekar, ezt a jeles évfordulót. Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg arról is, hogy mennyire fontos egy-egy közösség település életében, hogy legyenek kisebb éltető közösségei. Nagyon fontos, hogy polgármesterünk felújítatja az utakat, művelődési házat. Nagyon fontos az, hogy elkészülnek azok a létesítmények, amelyek kiszolgálják az itt élőket, de a minőségi életet, azt, hogy miért érdemes Sári Sápinak lenni, Csolnokinak, Tokodinak, bocsánat, nem köszöntöttem külön a polgármestereket, akik megjelentek, az azt jelenti, hogy milyen minőségi élet van, mik azok az önkéntes tűzoltó szervezetek, polgárőrök, mazsorett együttesek, fuvózenekarok, akik szint visznek ebbe az életbe az intézményekkel együtt, és kifejezik azt, hogy miért érdemes ott élni, ahol élünk. És hát a zenéről még annyit, itt azért nézhetem a zenekar tagjait, éppen mondtam, hogy ugye az ismerős maszkok korát érjük, de az ismerős arcok is itt vannak, hogy ez egyfajta, hogy úgy mondjam, ilyen baráti hálózatrendszer is, mert Nyergesújfalutól, Mogyorósbányán, Táton keresztül, Csolnokig, Sárisáp, Dorog, Esztergom összefűzi azokat, akik a zenéért élnek, akik, hogy úgy mondjam, nekünk zenélnek különböző rendezvényeken, és az ünnepeink fényét emelik, amiért külön köszönetet érdemelnek. Azt kell, hogy mondjuk, hogy a Sárisápi bányászenekarról beszélünk, de a környékbeliekről is, hogy még egy fontos missziójuk van, illetve kettő is. Egyrészt a nemzetiségi hagyományokat is ápolják, építik, ami elengedhetetlen a térségünknek a identitása szempontjából, a mai egy divatos szót használjak. A másik pedig, amikor a bányász hagyományokról beszélünk, miután bányafejtések már nem nagyon vannak a környéken, ezért azok a kulturális hagyományok, amelyekbe kapaszkodhatunk, amelyek éltetnek bennünket, nagyon jó, hogy létesült bányászati múzeum, de ez mindig jó, hogyha zene is van mellette, ami az akkori hangulatot, az akkori fúvózenekarok, bányászenekaroknak az életét tükrözi, hogy hogyan ünnepeltek akkori elődeink, és köszönet mindenkinek, aki ebben részt vesz. És még egy utolsó dologra térnék ki, rengeteg zeneiskolánk van a környéken, és szerintem ezek a zenekarok azok, akik inspirálják az odajáró gyerekeket arra, hogy van fejlődés, van távlat, és én annak nagyon örülök, hogy lehet, hogy van versengés a zenekarok között a barátság mellett, de azt hiszem, hogy ez a minőségben nyilvánul meg elsősorban. Megtiszteltetés polgármesterként részese lenni egy ilyen ünnepnek, amely Sárisáp múltjának, jelenének, és bízom benne, hogy jövőjének is egy meghatározó, magas értéket képviselő közösségének az ünnepe. Több mint 100 esztendővel ezelőtt egy maroknyi ember úgy döntött, hogy a zenére, a fúvózenére szükség van itt, Sárisápon, így zenekart alapítottak, és legnagyobb örömünkre azóta is él az általuk megteremtett zenei hagyomány. Személyesen ismerhettem a zenekar legnagyobb karnagyait, idős Malárik Jánost, Zdosek Jánost, ifjú Malárik Jánost. Hatalmas zenei tehetségek voltak mindannyian. Felrémlik a régi május elsőjéig hangulata, amikor a zenekar az egész falut végigjárta, és fúvózenével töltötte meg. Emlékszem, amikor a művelődési ház falai között minden hétvégén a nagy zenekar vagy a kisparti tagjai húzták a talpalávalót. A bánya megszűnésével a helyi és a térségi kultúra fő mecénásának ereje is megfogyatkozott. A rendszerváltás után komoly erőfeszítéseket kellett tennie önkormányzatunknak, hogy a kórus, a pávakör vagy a zenekar életben maradhasson. Nehéz időszak volt,
de sikeresen vettük az akadályt. Ma is nehéz életben tartani egy közösséget. Rohanó világunkban egyre inkább háttérbe szorulnak azok a dolgok, amelyeket önként, szívből, a saját örömünkre, szórakozásunkra tehetünk. Az elmúlt 100 év zenészei, zenekarvezetői mellett köszönöm a Sári Sápi Bányász Fúvó zenekar valamennyi jelenlegi tagjának, és drága Bálint karnagynak, hogy nagy múltú zenei hagyományainkat nem hagyják elveszni, hogy tovább örökítik a jövő generációja számára, hogy minden egyes koncertjükkel zenei értéket teremtenek Sári Sáp és Magyarország számára. Köszönjük nekik! A ma estéhez pedig mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok!